Itt az Ichi Farmon tavaly volt egy jelentős gépberuházás, gépbeszerzés. Milyen szempontok alapján döntöttek egyes gépek mellett? Én nekem, mint gépészmérnöknek alap elvem vagy fogadalmam, hogy lehetőleg, ha a pénzügyi helyzet megengedi, csak a legjobb gépet vásároljuk meg az adott gépcsoportból, vagy géptípusból, vagy gépfajtából. És hát szétnéztem személy szerint magam is a piacon, és úgy értékeltem, hogy a mi körülményeinkhez, értve alatt az, hogy eléggé kitett körülményekhez gazdálkodunk, és eléggé elhanyagoltak voltak a földjeink, stb. Ezek a gépek masszív, főleg masszivitás és technikai fölépítésük alapján megfelelőek lesznek, és ezért a Kun gépek mellett döntöttünk. Milyen típusú gépeket vásároltak? Egy 7 méteres tárcsát vásároltunk, ami rövid tárcsa, tarlóhántásban nagyon jó szolgálatot tett, úgy a búza, mint kukorica, mint alapnövényeink esetében. Ezután pedig, mivel benne vagyunk az agrárkörnyezetgazdálkodási programba és szántás nélküli talajművelést folytatunk kötelezően, de meggyőződésből is, így a következő eszköz kellett, hogy legyen a mély kultivátor, Grubernek is mondják errefelé. Ezt kellett megvásárolnunk, és ezzel szintén azt mondom, hogy a piacon talán egyedülálló, hogy egy 35 cm-es munkamélységet is el lehet vele érni, nyilván megfelelő traktorral, és hát nekünk megvan hozzá a megfelelő traktorunk. A forgóborona, ami eléggé szokatlan gép még a mai mezőgazdaságban is, abból az alapállásból választottuk a forgóboronát, mint olyat, hogy, mint említettem, hogy szántás nélküli talajművelést végzünk. Ez azt jelenti, hogy a szármaradványok, akár búza, kukorica, napraforgó, mindenféle szármaradvány a talaj tetején marad, vagy közel a tetején. Ilyen szármaradványos talajban csak ezzel tudunk igazán jó magágyat készíteni, illetve hát már a tevaszon bebizonyosodott, mert elvetettünk mintegy 80 hektár lucernát, szintén ilyen zömében, ilyen szármaradványos, kukorica szármaradványos talajban, és hát az a 2 cm-es vetési mélységet is tudtuk tartani a vetőgéppel.